Elnök úr, milyen elvárások fogalmazódhatnak meg az új létesítmény átadásával? Lentiben nagyszerű alap épülhet most a magyar kézilabda sport szempontjából, ami a legfontosabb, hogy van közel 240 sportoló gyerek. A másik, hogy van egy nagyon komoly húzó név, mégiscsak minden idők legjobb kézilabdázójának választott Gódorné Nagy Marianna az arca és ikonikus figurája ennek az egyesületnek, és a férje, a szintén egyébként a sportágban nagy becsben tartott Gódor Mihály. A harmadik, hogy most már végre van egy jó hely is, ahol lehet sportolni. Itt egyébként kivételesen azt vallom, hogy a kézilabda lesz túlsúlyban. Mindenhol máshol az országban, ahol kézilabda csarnokot adunk át, abban a nyugodt hitben tesszük a kézilabda szövetségbeli munkatársaimmal, teljesen tisztában vagyunk vele, hogy szinte mindenki futballozni fog benne, de itt biztosan kézilabdázni fognak sokan. Minek után van húzónév, van jó edző, van egy csomó gyerek, és van egy jó hely, minek után az ingyen adott ötletemet megvették a helyiek, hogy érdemes minden idők legjobb kézilabdázójának választott emberről elnevezni a csarnokot, ezért néhány mondatot azért hadd mondjak róla, már csak az udvariasság kedvéért is. Először is háromszoros meggyőztesről, egy négyszeres magyar bajnoki bajnokról, négyszeres kupagyőztesről beszélünk, akit ötször választottak az év legjobbjának. Emellett a kézisek kézisei megválasztották az a kézisek kézisének, és Gódorné Nagy Marianna itt él önökkel. A Gódor házas pár mindkét tagja egyébként legenda a mi sportágunkban, és szerintem lentiben ez egy óriási elrugaszkodási alap a sportról gondolkodunk. Milyen érzés, hogy sportpályafutásod részeként már egy intézmény is viseli a neved? Hát ez fantasztikus élmény és fantasztikus érzés. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor akárhányszor meghallom a himnuszt, borsózik a hátam. Egy ilyen csarnok az biztos, hogy kedvet csinál nagyon sok szülőnek is ahhoz, hogy sportolni vigye a gyerekét, és nagyon sok gyereknek is, hogy szívesen járjon edzésre, és ma még nem tudhatjuk, hogy innen jön neki a következő világsztár vagy sem, de most legalább már a körülmények, a feltételek, az edzők és a sportminőség az adott hozzá. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sokszor vettek részt ilyen is hasonló eseményeken. Ha csak a megyét nézzük és az elmúlt heteket, akkor nemrég hasonló körben ünnepeltünk együtt egy C-típusú tornaterem avatásán, aztán egy élményes sportpark Zalaegerszegen, és akár a avatásra kerül sor a Zalaegerszegi úszodában, és most itt ünnepelünk lentiben. Úgyhogy hangsúlyozom, hogy nem csak itt és nem csak most valósulnak meg ezek a fejlesztések. Ez a történet egyébként 2010-ben kezdődött. Nem tudom, hogy mennyien emlékeznek arra, hogy abban az időben lélegeztetőképpen volt a sport. Sokkal előtte 2008-ban a Peking olimpián 3 olimpiai aranyérmet nyertünk, ami egyébként lehet, hogy a szomszédos országban kiváló teljesítménynek tűnik. 14 évvel később, ugyanezen a helyszínen Pekingben, ha kicsit kijön a lépés, akkor szintén egy aranyt nyerünk, a különbség az, hogy téli olimpián. Úgyhogy ennyit számít az, hogy 2010-ben az új kormány kimondta azt, hogy a magyar sport kiemelt stratégiai ágazat legyen. És elindultak olyan fejlesztések, olyan beruházások, olyan programok, ennek köszönhetően ma is azt mondhatjuk, hogy erős sportnemzet vagyunk, kiváló szerepünk az olimpiákon, és sportnemzet mellett sportoló nemzetté váltunk, és ezek a programok, fejlesztések folytatódni is fognak, ha jó Isten is úgy akarja. Polgármester úr, mit jelent a város számára az új sportlétesítmény? Egy olyan beruházás megvalósítását, amely itt marad Lentiben, és amely szolgálja majd Lenti város sportját, kézilabda sport fejlődését és a régió sportját és a közösségi életét egyaránt. Lenti város polgármestere, képviselőtestülete megkeresett évekkel ezelőtt, hogy a kézilabdázás egy olyan szintje van Lentiben, amely fontos, hogy megfelelő infrastruktúrát kapjon. A kormány bolintott rá, és szeretném megköszönni a frakcióvezető államtitkáron keresztül Magyarország kormányának. Az, hogy ilyen fejlesztés van Lentiben, az pedig annak köszönhető, hogy nincs nehezítő körülmény. A helyi polgármester, a képviselőtestület, megyeközgyűlés elnöke, keresztény konzervatív polgári értékekről való egy irányba húzó csapat. Semmilyen ellenzék nem nehezíti a dolgunkat, így könnyű előre haladni. Az elmúlt időszakban én azt gondolom Lenti, Zala megyében 258 települést talált a Zala megyében, abból 10 város. Ez a 8000 lakosú város egy mintát mutatott a többi városnak, hiszen nem ad-hoc módon tervez a polgármester és a képviselőtestület, hanem ciklusra, ciklus programot tesznek le, előre látják,
hogy mit szeretnének megvalósítani, és ehhez keresik a forrásokat, amelyet jelesül nekem szoknak általában feladatul, hogy hozzuk le. Tehát ilyen partnereink vannak, mint a frakcióvezető államtitkárunk, így nagyon könnyű dolgunk van. Az ország kormányának köszönhetően mind békében csarnokot avatunk, de a közvetlen környezetünkben háború zajlik, ami bármikor bennünket is érinthet. Milyen esélyét látja ennek? Magyarországnak kiemelt érdeke, hogy semmiképpen ne sodródjon bele ebbe a háborúba. Az eheti NATO és Európai Uniós csúcson a miniszterelnök ezt fogja képviselni, Magyarország békét és biztonságot akar. Abban vagyunk érdekeltek, hogy az orosz-ukrán béke is mielőbb megszülessen, és veszélyesnek és felelőtlennek tartunk minden olyan politikai nyilatkozatot, akár a hazai baloldaltól, leggyakrabban sajnos tőlük, akár mástól, ami veszélyezteti mindezt. Ami a felelőtlen és veszélyes nyilatkozatok, amiket tesznek, ezek könnyen sodorhatják bajba a kárpátaljai magyarokat is, és könnyen sodródhatunk be mi magunk is a háborúba. Ezekben a napokban vagy hetekben higgadságra és nyugalomra van szükség, és arra, hogy miután nem Magyarország háborúja az, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik, ezért kimaradjunk belőle. Magyarország egy dolgot tehet, és ezt teszi is lelki ismeretesen, hogy a háború elől menekülő emberek, amint átlépik a magyar határt, biztonságot és barátokat találnak. Segíteni fogunk, a humanitárius segítségnyújtás erőnkön felül is meg fogjuk tenni, és azt gondoljuk, hogy ez kötelességünk is. Maga a kézilabda csarnok felépítése magától értetődő volt, hiszen egy olyan aktív kézilabda élet alakult ki Gódor né Nagy Marianna és Gódor Mihály szakmai működésének köszönhetően, amely megkívánta azt, hogy itt Lentiben is legyen végre egy a sportág szabályai által előírt olyan pálya, ahol tudjuk a hazai mérkőzéseket játszani, ahol a mintegy 100 versenyző, akik kézilabdáznak, megfelelően tudja a mérkőzéseket játszani, tudunk sportrendezvényeket tartani, közösségi rendezvényeket tartani. Úgy döntött a beruházó, hogy mi az első három között valósíthatjuk meg ezt a létesítményt. Tudomásom szerint ez a létesítmény készült el az országban először, még kettő van, amelyik majdnem kész állapotban van. A BMSK ZRT-nek, tehát a beruházónak, illetve a nemzeti sportközpontoknak köszönhetően készült el ez a 1,2 milliárdos beruházás. Mintegy 1000 négyzetméter parkettázott küzdőtérrel, két nagy öltözővel, amely négy csapatnak ad öltözési lehetőséget, játékvezetői öltözőkkel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel, vizes blokkal, teljes mértékben akadálymentesítve. A működtető feladata lesz az, hogy megtöltse élettel egyelőre ezt a létesítményt, fenntartója pedig a nemzeti sportközpontok lesz, tekintettel arra is, hogy ez az első ilyen létesítmény, ami elkészült, és a puding próbálja az evés. Bízom benne, hogy sikerül majd rendezvényekkel megtölteni a csarnokot, de mindenek előtt kézilabdázással.